Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Jótékonysági bált szervezett a bátaszéki székelyek baráti köre. Németh Kálmára emlékeztek. Ünnepeltek a völgységi székelyek. Bátaszéken közel 200 résztvevővel zajlott a Székely baráti kör szervezésében megtartott támogatói bál. Az estből befolyó összeget a jövőbeni terveik megvalósítására fordítja a szervezet. Az eseményre egy rendhagyó meglepetéssel készült a Székely unokák tánccsoport. A jó hangulat mellett a hagyományok is megelevenedtek a bátaszéki székelyek baráti körének támogatói bálján. A résztvevők az egyesület munkáját is támogatták, hangsúlyozta a szervezet elnöke. Ez egy régi hagyomány, hiszen ha Székely bál és bátaszék, akkor ez a 28. alkalom lesz. Volt egy kis törés benne, és 2016-ban mi egy következő generáció újra gondoltuk a bál kérdését 9 év szünet után, és így most a 8. alkalommal tartjuk meg. Régen sem csak az egyesület tagjai vehettek részt ezen, hanem úgymond baráti körök, kisebb baráti társaságok, de azt gondolom, hogy ahogy teltek, múltak az évek, egyre inkább a tagságunk növekszik, és ezért a tagság szeretettel veszi részt rajta, és hát a támogatói szó az annyit jelent, hogy a belépésével, a belépő kifizetésével az egyén az egyesületet támogatja. Nyilván van egy költsége magának a programnak, de minden, ami e fölött van, illetve a tombola bevételünk, az a közösségi házunknak a fenntartására, építésére és szépítésére fog menni. A hagyományos minden esetben a székelybálban az, hogy van egy kis kulturális program, ami lehet mese, ének, tánc, zene, bármi, ami ehhez tartozik. Mi ma a Sebestyén Istvánt látjuk vendégül, aki én azt gondolom a sokak számára ismert, főleg a Székely magazinban, hiszen István a bukovinai székelyeknek a nagy vicces mesemondója, illetve hát a népművészet mestere, kitüntetett címnek jogos és büszke tulajdonosa, és utána a Székely Unokák tánccsoport egy tán még sosem látott koreográfiát fog előadni nyitó táncgyanánt. A tánccsoport számos alkalommal megmutatja magát, így a próbáik is rendszeresek, ahol most egy rendhagyó koreográfiát sajátítottak el a bálozók szórakoztatására. Minden héten próbálunk, gyerekeink és az unokák csoport, a dédunokák csoport minden héten kedden tartja a táncpróbáját, két turnusban, egy 3/4 óra van az ovis korosztálynak, és egy 3/4 óra az alsós iskolás korosztálynak, illetve vasárnap délutánonként 2,5-3 órán keresztül pedig a felnőtt tánccsoport tartja a próbáját, immáron 26-28 fővel. Én minden egyes bálban az elmúlt 8 évben így fogadtam a vendégeket ebben az öltözékben, és volt olyan bál, amikor táncoltam, volt, amikor nem táncoltam, de azt gondolom, hogy ha Székely bálról van szó, és valakinek van a szekrényében ilyen öltözék, az vegye elő legalább az első néhány ütemig és az első néhány táncig, majd utána természetesen átöltözhet, mert bár elegáns és szép, de amikor elkezd izzadni az ember a tánc közben, akkor nem biztos, hogy nagyon kellemes. A közösségépítés fontos az egyesület számára, így azok az események is, amelyeken együtt tölthetik szabadidejüket és ápolhatják hagyományaikat. A kettő nagyon szorosan összefügg, valamint hát a közösségi ház, az maga a nevébe is benne van, akkor van értelme egy közösségi háznak, és akkor van értelme azt építeni, szépítgetni, hogyha be is tudjuk lakni. Tehát vannak emberek, akik bizonyos időközönként összejönnek, és így legalább van hol összejöjjenek. A hagyomány ápoláshoz fontos az adott népcsoport kultúrájának ismerete. A bálon minden alkalommal megelevenednek a székely táncok, amit bárki el is sajátíthat. Nem csak a tánccsoport, mi tudjuk megélni ezeket a dolgokat, hanem mondjuk egy kis műsorral, egy kis bálmenyitóval. Azok, akik szeretnek minket, vagy követnek minket a Facebookon, így élőben is megtapasztalhatják, hogy milyen az egész, hogy élünk, hogy éljük meg a hagyományainkat. Azok a lépések jönnek elő, amiket a tánccsoport próbáin mindig gyakorlunk minden egyes héten. Az esten Sebestyén István bukovinai székely mesemondó is szórakoztatta a közönséget. Édesapám kiesosztotta a szerepeket a komasszonyok között, mert Trézsi keresztanyú,
az volt a hadügyminiszter, mert mindenkivel perlekedett. És Rózsi keresztanyó, az volt a felkentős titokügyi miniszter, mert olyan titok nem volt a faluban, miről ne tudott. A vidám történetek után a bátaszéki székelyek baráti körének bája jó hangulatú mulatozással folytatódott. Németh Kálmára, a székelyeket Bukovinából elhozó plébánosra emlékeztek bátaszéken. Az ünnepségen elhangzott, hogy nélküle a népcsoport eltűnt volna a történelem viharában. Részben neki köszönhető, hogy ma is van bukovinai székelység. Németh Kálmán a székelyeket Bukovinából Bácskába, majd a mai Magyarország területére vezető József falvai plébános, aki világosan látta, hogy az 1920-ban Romániához csatolt Bukovinába a székelyeknek nincs jövőjük. 1941-ben a Jugoszláviától nem sokkal korábban visszafoglalt Bácskában telepítettek le 14 ezer bukovinai székelyt és 1000 moldvai csángót, akiknek 1944-ben ismét menekülniük kellett a szerb csapatok elől, és így érkeztek meg a mai területükre. Ráemlékeztek bátaszéken. Egy biztos és élhető hazatérést itt az anyaországban köszönhetnek, és nem egy elfelejtést és elmúlást odakint Bukovinában. Azt gondolom, hogy mindenki, aki bukovinai székelységhez kötődik, mindenkinek kell legyen egy napja, egy órája, néhány perce, hogy meghajtsa a fejét dr. Németh Kálmán előtt. Nekünk bátaszékieknek könnyű helyzetünk van, hiszen az emléktábla az ő emlékét őrzi, de a hamvai is itt találhatóak a bátaszéki temetőben, kopjafa és kereszt jelzi. A bátaszéki székelyek különösen fontosnak tartják Németh Kálmán emlékének őrzését és tiszteletét, hangzott el a megemlékezésen. Azt vallják, nélküle ma a bukovinai székelység nem élne a településen. Amikor ő 32-ben József falvára került, ugye az életrajzában is itt az eleve Peti említett, hogy nem volt se pap, se tanító, akkor ő ott sok mindent elkezdett, és nagyon szépen föld virágoztatta a falut, tehát az iskola már megvolt, akkor a gyerekeket ugye magyarul tanítatták, hogy ugye, mert magyarul nem nagyon lehetett beszélni. Akkor a templomot rendbe rakta, mert ilyen autodidakta módon még festő is volt. Akkor halastavat csináltatott, gyümölcsös kertet csináltatott, a tűzoltó egyletet megalakította, dalárdát alakított, tehát hogy lendületbe hozta a falut. És akkor azért is, hát ugye amikor a falu leégett, az megtörte a falut is, de viszont ő akkor megint a szervezőkészsége előjött, és akkor járt Magyarországon is, meg ugye akkor jöttek rá az erdélyi, meg a magyarok is, hogy ott hello haver, ott valakik Bukovinában vannak, akik ugyanúgy beszélnek, mint mi. De csak így megint, hogy mondjam, az ő által a középpontba kerültek megint a bukovinai székelyek, és akkor kezdődött el az, hogy haza kéne hozni őket. Ugye akkor már a kormányzati szinten is elkezdtek velük foglalkozni. Egy olyan ember volt ez, hogy kidobták az ajtón, visszament az ablakon, tehát nem hagyta magát, és nagy volt az ismeretségi köre is. Németh Kálmán emléktáblájánál koszorút helyezett el Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, valamint Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is.
A megemlékezést követően került sor a bátaszéki székelyek közgyűlésére. Az elnök szerint a Nemzetiségi Ház létrejötte, megteremtette a lehetőséget egy magasabb színvonalú szakmai munkának, amelyben biztosítottnak látszik a hagyományok továbbéltetésének lehetősége. Az elmúlt évek legjelentősebb hozadéka, hogy egy sokkal erősebb közösség lettünk, leginkább taglétszám bővülése jelzi ezt a folyamatot, mondta Molnár Péter elnök. Valamikor 2020 januárjában, amikor az Egyesületet átvettem, és ezeket a célokat tűztük ki magunk elé, amiben most itt állunk, közösségi ház tulajdonképp elkészült, és azt gondolom, hogyha komoly munkát tűz ki az ember maga mellé, akkor igen, jön a csapat, összeáll a csapat, és segítenek. És én azt gondolom, hogy összekovácsolta az embereket az építkezés, és utána pedig egyértelmű, hogyha a programokat sikerül létrehozni, akkor a közösség úgy érzi, hogy van egy otthona, van egy biztos helye, és szívesen jön. Bár a Covid hatása érzékelhető volt a Székely Egyesület működésében is, a legnagyobb eredmény, hogy egyben tudtunk maradni, tette hozzá az elnök. Minket hála jó Istennek oly módon elkerült, hogy az építkezés és minden, ami a házzal és a közösséggel kapcsolatos volt, ez össze tudott bennünket zárni, össze tudott bennünket hozni. Ami úgy érzem, hogy egy kicsit megcsúszott, az sajnos az energiaáremelkedéshez kapcsolódó építőanyag áremelkedés, és nem tudtunk úgy haladni a tetőtérnek a folytatásával, ahogy mi ezt szerettük volna, hiszen ez most a napokban kezdődött el. Most érzékeltük azt a fajta árrealitást, amit régóta vártunk, így is sokkal drágább minden, mint még az energia robbanás előtt volt, de most már kezelhető, illetve hál' Istennek a kivitelező is be tudta táblázni magának, úgyhogy az elmúlt héten már zajlottak a munkálatok, és terveink szerint augusztus 12-re, amikor a következő Józsefalvi búcsunk lesz, addigra szeretnénk a tetőteret is átadni. Az új közösségi ház egy másik időszámítás kezdetét is jelölte. Úgy gondolom, hogy a közösségi háznak akkor van értelme, ha közösség van. Tehát közösségi ház közösség nélkül abszolút értelmetlen, de közösség ház nélkül is tud élni. Viszont én azt gondolom, hogy itt a kettő teljes egészében találkozott, és egyfajta biztonságérzete van az embernek, hogy a régi emlékeket el tudjuk feledni, amikor esetlegesen programütközések miatt kiszorultunk a kultúrházból, kiszorultunk a tájházból. Szerintem ez most mindenkinek jó, nem csak a mi közösségünknek, hiszen szabad helyek, szabad idő, intervallumok keletkeztek így a másik intézményekben is, és egy picit mindenkinek kellemesebb és viselhetőbb ez az élet. Mindenképpen abból kell kiindulni, hogy a már örökölt és régóta bevált programokat meg kell tartani, és még nagyobb és még értékesebb tartalommal kell megtölteni. Hogy ezt hogy értem? Úgy értem, hogy be kell vonni egy következő generációt. Hiszen akik ezeket a programokat létrehozták, és hosszú-hosszú éveken át megtartották, ők azért akárhogy vesszük, de 70-es, 80-as korba kerültek. Én azt gondolom, hogy át kell vegye a következő generáció a stafétát. És mint ahogy ott a megemlékezésen is említettem, minden generációnak az kell legyen a feladata, hogy a következőt beépítse. És attól szebb én azt gondolom nincs, amikor a három, esetlegesen jó esetben négy generáció is egy program kapcsán össze tud jönni. És mi magunk, akik a legaktívabbnak vehetjük, tehát mi a 40-es, 50-es korosztály, talán mi vehetjük magunkat most a legaktívabbnak, de a fölöttünk lévő és az alattunk lévő tökéletesen megérti egymást. És olyan nagymamák és olyan unokák beszélgetnek és játszanak egymással, akik jól lehet, semmi vérvonali kapcsolatuk nincsen, csak egyikük egy nagymama, a másik pedig egy unoka. De itt ebben a házban az a nagymama unokaként néz bármelyik pici gyerekre. Bonyhádon is megtartották a hagyományos székelybált. Az eseményen részt vett Csibi Krisztina, a Magyarság Házának igazgatója is, aki örömmel látta, hogy a fiatalabb generációk is nagy létszámban érkeztek a programra.
Idén is februárban rendezték meg a Bonyhádi Művelődési Központban már hagyományként számon tartott székelybált a Völgység fővárosában. A Teveli Fiatalok Egyesületének elnöke, Asztalos Zoltán a csoport tevékenységeiről beszélt. Mi elsősorban bukovinai székely hagyományőrzéssel, azon belül is a tánc hagyományok őrzésével foglalkozunk, de emellett igyekszünk azért néprajzi gyűjtőmunkát is végezni, illetve olyan épített emlékeket megmenteni, amelyek egyrészt az őseink által hozott, illetve átadott értékek, de mivel ugye az őseink csak 1945-ben kerültek ide ezért, és mivel itt korábban is éltek már azért emberek, tehát Tevelen is vegyes a lakosság, ezért igyekszünk olyan emléket is megérteni, amelyek nem csak a bukovinai székelyekhez, hanem Tevelhez, a Tevel településéhez kapcsolódnak. Az elnök elmondta, miért fontos ilyen jellegű találkozókat tartani. Bukovinai székely leszármazottként nagyon fontosnak tartom én is, hogy az identitásunkat minél erősebben őrizzük, és ezek az alkalmak, ezek tökéletesek arra, hogy találkozzunk a hétköznapokon túl egy picit, így kötetlene formában is összejöjjünk, beszélgessünk, és hát a farsangi időszak lévén mulassunk is egy jót. A rendezvényen részt vett a Magyarságháza igazgatója, Csibi Krisztina is. A Bonyhádi székely bálint már lassan 5 évtizede kerül megrendezésre itt Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Igazából a Páva bál indította el 1978-ban ezt a nagyon szép folyamatot, és a mai napig a legnagyobb népszerűségnek örvendő közösségi rendezvény. Ez azt jelenti, hogy reggel 8 órától lehetett megvásárolni az idén a jegyeket, és 8 óra 40-kor már a legendák, a városi legendák szerint nem volt egyetlen eladó jegy sem. Tehát két színpadon két különböző székelyzenét játszó zenekar adja a muzsikát, a talppal elvalót. Az igazgató úgy fogalmazott, hogy a környező településekről is sokan jönnek el a székelybálba. Elmondása szerint örömmel látják, hogy a fiatalság nagyobb létszámmal van jelen a programon. Az egyik legfontosabb rendezvénye az itt élő székelyeknek, de a környékből is Kakasdról, Aparhantról, Kisdorogról, Nagymányokról, tehát nagyon-nagyon sok környező településről, sőt Szekszárdról is érkeznek ide bukovinai székelyek és nem székelyek egyaránt, hiszen legtöbben már vegyes házasságot kötöttek, vagy már abban született gyerekekről van szó, akár unokákról van szó, hiszen mondtam, hogy nagyon sok a fiatal, és azt gondolom, hogy ilyenkor is tervezik meg az egész esztendőt. Idén is számos hagyományőrző programmal készültek, mondta el az igazgató. Az idén is lesz Bukovina Fesztivál, a Bukovinai Találkozások 34. Nemzetközi Folklor Fesztivál Bonyhádon augusztus 3 és 5 között kerül majd megrendezésre. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!